Leesett az első hó. Bár a naptárban még csak november utolsó napjai peregtek, ez a gyülekező hófelhőket egyáltalán nem zavarta. Egy szeles, hideg novemberi estén megérkeztek Panka háza fölé, és susogva, zúgva beborították a vidéket fehér hótakaróval. Amikor Panka reggel kinézett az ablakon, az volt az érzése, hogy nem csak a házakat, fákat, utakat lepi be a csillogó puha hó, hanem a hangokat is. Különösen a gyerekek hangja hiányzott neki, akik mindig a háza körül játszottak. Névről ismerte mindannyiukat. Bizony nem jó egyedül, gondolta Panka. De Pankát nem olyan fából faragták, hogy hagyja magát elszomorítani, hiszen a nap ragyog, a szél sem fúj már, a táj pedig gyönyörű fehérben pompázik. Ha nem jönnek hozzám a barátaim, akkor megyek és megkeresem őket, mondta határozottan Panka. Felöltözött, jó meleg kabátot vett, sapkát húzott, kesztyűt szuszakolt a kezére, felvette a csizmáját is, és elindult. Mikor elhagyta az ismerős házakat, egy dombhoz ért. A domb incselkedve hívogatta. Gyere, panka, csúsz le rajtam. Na, mire vársz? Csúsznék én, de se szánkom, se sílécem. De tudod mit? Nem is kell ide semmi. Egyszerűen csak legurulok rajtad. Fogta magát, és hemperegve legurult a domb oldalon. A domb alján azonban valami megszúrta. Jaj! kiáltott Panka. Mi volt ez? Jaj! Kiáltott valami a hókupac alól. Mi volt ez? Engem Pankának hívnak, és éppen a domboldalon gurultam le, mikor megszúrt valami. Válaszolta kedvesen Panka. Én szűnsamú vagyok, és én szúrtak meg, mivel rámestél. Mondta a megszeppent süni. De nem volt szándékos, úgy, de úgy se lehetett volna, hiszen aludtam. Ó, ne haragudj, kedves sűnsamú, nem akartalak felébreszteni, és remélem nem ütötted meg magad nagyon. Tudod, csak játszani szerettem volna. Semmi baj, Panka, de hova tűntek a barátaid? Egyedül vagyok, éppen őket indultam megkeresni, mert egy kicsit unatkoztam otthon egyedül. Egyet se bán, panka. Már ébren vagyok, játszok én veled. Így hát panka és sősamú egész délelőtt együtt játszottak, hemperegtek a hóban, hógolyóztak, hósünt építettek, és hópankákat gyártottak, a kezüket, lábukat a hóban mozgatva. Délutánra a hangok, amiket reggel elnyelt a hó, már egyáltalán nem hiányoztak senkinek, mert panka és sűnsamú kacagása, kiabálása vízhangzott a dombokfák és házacskák között. Délután, mikor mindketten olyan fáradtak és vizesek voltak, hogy szinte mozdulni alig bírtak, panka elhívta sűnsamut a házába melegedni. Sült tököt sütött a spárhelten, és meleg mézes teát ittak lassan a fényes szikrázó napot felváltotta a hold szomorkás fénye. Kedves panka, mondta Sünsamú lógó orral. Haza kell mennem, mert mi sünik télen alszunk, de megígérem, hogy tavaszkor újra találkozunk. Ó, sűnsamú barátom nagyon fog hiányozni tavaszig. De alig várom, hogy a friss zöld dombon is leguruljunk együtt. Kacagott Panka egy nagyot. Elbúcsúztak hát egymástól Panka és Sűnsamú, megígértették egymással, hogy de biztosan és egészen biztosan találkoznak tavasszal, és este a két jó barát, amikor aludni tért, arról álmodott, hogy milyen jó lesz majd újra találkozni és együtt játszani.